Sziasztok, ez itt Töbögre csatornán, én vagyok, és folytatjuk az ibériai kalandokat a Fate of Iberia Let's Play sorozatban, ahol ugye ezzel a duddal vagyunk. Úgy hívják őt, hogy uh, Hisham herceg, és ő az utolsó herceg, aki még földet kapott aputól, az emírtől, akinek amúgy nem sokára az oda az egész birodalma, de meg is érdemli. Ja, nem az emírtől, bocs, a szultántól. Szóval uh, én aztán nem fogom sajnálni, konkrétan nem hagy ránk semmit tehát ő megkapná a Sultanate of Elendalus, se négy segdomot, ő kap egy kingdomot és egy segdomot, ő egy kingdomot, én, ő is egy kingdomot, én nekem meg jót a nagy kaki, úgyhogy ez van. A Rafikának akarják elnevezni a lányomat, tehát akkor lányom született, oké, okay, jó, de nem, nem ideális. Én inkább figura vágyom most, hogy az öröklés az így rendben legyen, miközben szövetséget akar velem kötni. Gondolom, hogy a test, oh, igen, a féltestvérem, 105 katonával, ne viccelj már velem. A, elkapták a másik testvéremet, a nulla éves féltestvéremet testvéremet. És az a helyzet, hogy én most ugye kijárás, kivárásra játszom. Érjen véget az ő háborújuk, legyen meg az ő akaratuk, és utána, miután mindenki önálló lett, akkor mondjuk elfogadom Kadiszt, vagy valami ilyesmi. Hát Kadiszra amúgy nincsen jó esélyem. Azt mondja, hogy mindenki picit erősebb, nálam ő nem. Malak. Malakka, ő nem erősebb, de ő is benne van a háborúban, a Dissolution Warban. Na most, ha én neki adat üzennék, hát nem tudom abból, hogy jönnénk ki. Jó, ne pazaroltam ebben az időt, igazából úgy látszik, nem találunk semmilyen titkokat. És közben összebarátkoztam Vali Ismat, hogy ő az életlen a polgármestere, vagy vezetője, vagy akármilyen. Én itt vagyok Ágisziraszban, és van még ezentúl egy Moron nevű hely, amit ugye valószínűleg tehát oda, oda csak templomot tudunk majd építeni, ha minden igaz. De uh, eléggé szegényes ez a, ez a annyi, hogy sok épületet lehet ide építeni. És en, ennyi az, ami ilyen valamennyire mentesít a, az alul, hogy azt mondjam, hogy ez egy ilyen borzasztó hely. Ágazira áll hadrának hívják egyébként őt. Szövetségeseim vannak. Vannak? Van egy darab szövetségesem. Ahogy oh, igen, a naherai ember, hogy neki mondjuk jó sok katonája van, tehát akár be is tudnám hívni. Sajnos viszont a másik felében van az egész félszigetnek, szóval nem lesz egyszerű feladat. Na most az ő neki a pénze az 43. Én fel tudok majd bérelni esetleg mörköket, csak arra gondolok, hogy őt kéne elfoglalni. Tehát mondjuk 40 forint én már 758 embert fel tudok bérelni, ami azért elég jó pénz. De ő is. Szóval meg kell várni, hogy ő mit lép, és aztán pedig, hogy én mit lépek. A jó hír az, hogy itt minden területem dombság, neki viszont a fővárosa az uh, Alföldön van, sőt, az összes terület Alföldön van, tehát ő nem nagyon fog tudni védekező helyzetbe állni, és hogyha ő támad, akkor pedig én leszek előnyben. Ehhez elég lesz ez, és plusz a meglévő seregem mellett elég lesz a legkisebb, Mörök sereg, ami elérhető, az a 758-as 40 forintért, vagy akár mondhatnám legolcsóbbnak is. Ezek lovasságok, mondjuk azok domságon pont nem jók. Ami két forinttal drágább a Slaughter örök, ott már van armor Footman. Inkább azt kéne. Illetve hát ezek, ezt a kettőt lehetne, csak ezek nagyon olcsók, és ezért fel is vannak bérelve természetesen. Jó, elkezdhetem itt a stewardship-et. Ugye ez adja nekem a pénzt a jobb nem, a, közép, a bal oldali adja a pénzt, a középső adja az építkezési dolgokat, és a jobb oldali pedig adja a, hát így a véleményt, tehát az embereknek sokkal jobb véleménye lesz rólam. You can demand payment, collect taxes effectiveness, ez mondjuk nem rossz. Valószínűleg hogy a pénz irányába kéne menni. Melyik adja a pénzt? Hát tök rosszul mondtam. Ez a kettőből tök sok pénzt ad. Alapból. Ez is ad, jó, csak ez adja a pénzt, az baloldali. A bal uh, tehát húkokat most nem akarok, stb. se többi, nincsen úgyse vazalusom, akire használhatnám. Collect taxis, most mit csinál az én emberem? Developmentet növel. Oké, okay. wealth, a plenty. My treasure is uh, brimming with gold and silver, and all expenses are cared for. Ez a Velti expected to megtitul First Patronage. Oh, nem tudom te kit néztél, de nekem aztán nincs nagyon sok pénzem. Most 50 forintért fel kéne vennem egy embert? Vagy pedig kapnom 100 stresszt? 50 forintért? Én ezt félre akartam tenni basszus háborúra. Miért gondolod, hogy én gazdag vagyok? 87 forinton van, ne viccelj már velem. Hát én most, én most megeszem ezt a stresszt. Ezt na, nem, nem, tehát hogyha most elszórok 50 forintot arra, hogy plusz egy prestige-em legyen havonta, vagy arra, hogy a klérus kicsit jobban szeressen, vagy arra, hogy plusz kettő learningem legyen, mondjuk a development growth az nem rossz, akkor, akkor, akkor tökön is lőhetem magam ilyen, ez, ilyen, ilyen jelleggel. A dev growth most jelenleg úgy néz ki, hogy 35.2 van jelenleg, és 0.8-al növekszik. 20%-kal az azt jelenti, hogy majdnem egyenlő növekedne a development. Nem, sajnálom. Ezt most nagyon stresszes lesz ez nekem, szó szerint, de nem tudok segíteni, és emiatt nézzek, mit kell tennem. Emiatt elkezdek. Uh, elkezdek füvezni. Remek. Szóval. Uh, Ja, GG. Annyira stresszeltem, hogy, ami azzal, hogy nem tudtam segíteni az embereknek, miközben ellentétes a személyiségemmel, hogy már a fűhöz is nyúlok. Jó, tehát a itt nincs jelentős, vagy nincs igazából haszna, mert most nem azt csináljuk, nem a Collect csináljuk a, a stuart -től. A meritokraszenek nincsen haszna, mert nincsen Lee aki ellen klémelhetnénk a, a trónt. A Golden obligation pedig nincs haszna, mert senkire nincsen hook, a, amiért pénzt lehetne kérni, de talán ez az, ami a legjobb. Úgyhogy menjünk ezzel először. Ez, ez az adminisztrátor még nem kell, hiszen még nincsenek vazalusaim, akik fellázadhatnának. Most az a kérdés, hogy tudok-e az egyetlen barátom és az vazalusomtól, ugye rá nincsen húk. Nem is vagyunk legjobb barátok, de barátok vagyunk, nem? Nem vagyunk barátok sem. Nem volt valami ilyesmi dolog, hogy én a barátod akarok lenni? Tudom, volt az a bácsi, ő, aki, akivel egyszer jól éreztem magam, de... De azon túl sincsenek barátaim. Vagy csak így simán jobban, jobban voltam vele. És a között. Friendly. Jó, de az nem a friend. Szóval... Nem tudom. Csinálj több board game, Visual Fortune. Ő elég okos hozzám képest is, és el is fogadná, hát valószínűleg azért, mert okos. Tehát én vagyok 15, 7, 6, 6, 10, ő pedig... Ő pedig itt lakik. 12, 20, 11, 9, 11, ez nem, 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 ezt én elveszíteném ezt a dolgot, úgyhogy, úgyhogy nem. Közben a nagybátyámat is letartóztatták. Hogy áll a háború? A Frontier Districtre jön, az viszonylag jól áll a pánál. Viszont a dissolution volt nagyon nem. <laughs> nem sokára szerintem uh, itt az ennyi is lesz. Cadiz, és amint vége van, akár meg is támadhatom Cadiz, mert fölösleges várni. Amit ugye tudunk presszen, ez a Struggle Clash, ami 150 pétába kerül. Amennyiben ő nem rokon, vagy nem hit testvérem lenne, akkor 150, vagy nem, pont, hogy nem hit testvérem. Hát, hogyha hit testvérem lenne, akkor 150 pétába kerülne, 150 presztis helyett. De nem az mert hogy én vagyok a sarista, és ő pedig szintén a Mi a franc? <laughs> Oké, okay, nem tudom miért nem Piétát kértek el, mikor itt éjszakon csapattuk, akkor Piétába került a támadás a hit testvéreim ellen, itt télen más játékszabályok vannak. Igen, mert felmerült az, hogy a Muvaladitra át kéne menni, Na erre ő már Asharit átállította Asharira a földjét, és nem tudok addig átmenni a másikra, amíg nincs elég piétem. Az pedig nem lesz magától. Vagyis hát lesz, csak nem elég. Ugye ezzel ezer akárhány százra lenne szükség. Úgyhogy lehet, hogy mire odajutnék, hogy ezt meg lehetne, addig már a fél terület, ami korábban Muvaladi volt, most a se lesz. Közben behívtak egy háborúba, hál' Istennek, Baha és Nahera, Hívod be egy clashbe. Tehát ez így 1700 ember, az 1800 ember ellen. Ha elutasítom, az elég rosszat tesz a házamnak. Nem, nekem tesz rosszat. Mert a fame az fog csökkenni. Le is esik egy szintet. Ú, akkor nem utasíthatom el. Jó, elfogadom, de nem vagyok biztos, és közben most látjátok, hogy szét fog esni az Alandalus, hiszen elérték a 100%-ot, meg is van, ezzel szétesett, és akkor nézzük meg, hogy azonnal kell uh, most dolgokat csinálni. Kanker Kantival 100 piéta lenne, Struggle clash 150 piéta, szóval most már megint pi, oké, okay, Pietába kerül, értem, viszont a annyi, hogy ez olcsóbb a Kanker beli. Akkor menjünk ezzel. És megnézzük, hogy mit fog felállítani. Ő vajon vesz e mörköt, és ha vesz, akkor ahhoz fogom mérni én is a, a mörkjeimet. 4 27 19 ellen is elvileg az én katonáim jobbak. 18-as tábornok vezeti őket, ott 12-es. Szerintem valon meg tudjuk verni. Csak lehet, hogy utána nem marad elég katonám, hogy ostromoljak. Most nem, mint hogy egy kicsit bagosabb, vagy az új pecsót, mint hogy egy kicsit Ah, oh, megint itt van. Ne akarja elsábítani, Dude, hát most öllek. Nem, fuck oh, oké, okay, már is többen lettek. Szóval kicsit bagos ez a, ez a számláló, ami azt mutatja, hogy ki fog nyerni. Látjátok, azt mondta, hogy simán nyerek erre, utána úgy mondta, hogy ja, amúgy mégsem simán. Úgyhogy gyorsan bevetem még a mörköket is. De akkor ezzel is kezdhettem volna amúgy. Na mindegy mert akkor a mörköket küldöm be, és nem az én embereim halnak meg, mint ahogy most halnak. Oké, ez teljesen rendben van, hogy ennyire bagos. Minden oké. Nem tudom, mit, mit sikerült elszúrni benne, de... Adom. És a kisebb sereget elküld, hazaküldöm visszatöltődni. A nagyobbak pedig maradjanak ostromolni. Hét hónap az ostrom. Biztos, hogy nincsen ostromtábornokom. Nincs bizony. Ezen a ponton egyébként az lesz, hogy ha sikerül gyorsan lezavarni ezt a háborút, akkor még neki támogatunk Izbilláknak. Izbill... na, neki. Bár az is igaz, hogy neki van egy szövetségese. Akit épp most ölnek. Téged ölnek, vagy te ölsz? Contracts Assistance. Ez arra vonatkozik, hogy 100 forint... Ért, gyakorlatilag segítenek nekem. New Opponent, ez egyszerűen fantasztikus, de mindjárt megnézzük, csak először elmondom. Szóval mi is besegíthetünk másnak a háborújába, aki nem a szövetségesünk. Úgy azzal a feltétele, hogyha eleget segítünk, akkor ők kapnak, adnak nekünk 100 aranyat a háború végén. Ki, hogyha, értedek, mi kérünk segítséget, vagy hozzánk jön be egy felajánlás, hogy segítsenek, akkor mi fizetünk a végén száz aranyat. És akkor ők is beszállnak a háborúba. Ő az új célpont, 720... Are you fucking kidding me? 728... De azt láttam, van egy csomó szövetségesed. Izbilia is a szövetségesed. Bája is a szövetség... Hát ez egyszerűen fantasztikus. Uh, maradjunk benne a háborúban. Én ugye be tudom hívni talán a navarrai be, de nem biztos, mert a Baja van együtt szövetségben. Vagy pedig, vagy pedig elengedem ezt. Ha elengedem, akkor nem nagyon tudok tovább tényezkedni sem erre. Ezt most át kell tolni. Még van pénzem, tehát még egy mölköt is fel tudok venni. Ezt most át kell tolni, ezt a háborút. Mindjárt behívja a szövetségeseit, ha minden igaz. Meglepne, hogyha nem. 2500, ez nem az. 1400-an vannak már most. sek Agnod csatlakozott, ott is van. Jó, muszáj vagyok... Uh, Betrom hívni a szövetségest? You can negotiate alliances. You can call an ally. És nem tudom behívni. Algezira, Konkvesszor, Shidon, Kvaadi. Ebbe be hívni. A clash nem tudom. Az jó, mert nekem ez a, ez a háború Jelenleg. Illetve az a kérdés, hogy a, bar a tesóim azok képviselnek-e katonai erőt, amit tudok használni, mert akkor lehetne. Ugye ő az apánk, neki maradt összesen nem sok földje, de az legalább a szomszédban van. És az apánkkal beszövetkezem, és ők is, ő is fog tudni segíteni. Remélhetőleg ez már elég lesz. Most ugye ez bevárja az a sereg a másikat, és akkor behívom aput is. Ha már nem tett meg semmit, értem, akkor ezt az egyet tegye meg. Ez milyen há... Ja, igen, tudom milyen háború. Ez a Cobbly Gerent vagyok, tehát csak besegítek. ki, akkor nem tudom, hogy miért tűnik fel. Jó, megint a stressz utolért, mert meghalt a tesóm. Szóval a testvérem időközben meghalt, ö, vele az történt, hogy belehalt a csatában szerzett sérüléseibe. Ő az egyik testőm, emiatt nagyon bestresszeltem, úgyhogy muszáj ezzel valamit kezdeni. Mondjuk egy hasisos torta az így tökre segítene. A, a stúlcsivám nyugodtan csökkenhet, mert az egyik hatással a holding számokra van, a másik hatással pedig a bevételemre. De most a bevételem jelenleg mínusz 4 százalék. Még ez picit akkor vissza fog csökkenni, két évre. A másik pedig a learning. A learning az nem számít, mert uh, nem nagyon számít. Mit ad most nekem a learning jelenállás szerint? Pályatit, ja, whatever. Mondjuk kéne pályát ide, jó lesz. Jó, eszünk egy hasisos tortát, mert ez máshogy nem lehet bírni. És akkor most a 0.8 a pályati, 0.5. Illetve a pénzünk az nem lett sokkal kevesebb, mínusz 6 százalék. Na lássuk, hogy... Um, hogy mi ezzel a háborúval. Nem biztos, hogy meg tudjuk nyerni ezt a csatát, amíg nem jön a segítség. Olyan, jött, elkapják aput. Apu el fog, nem fog tudni elmenekülni. Amúgy egy egész, uh, egész jól tartja magát ebben a csatában a lovagjaival, meg a menetámzaival, de hoznak tevéket is a srácok. Ó, az nem jó hír. 1100-an vagyok én, ők 1243-an. Ha sikerülne gyorsan megnyerni ezt az ostromot, akkor elmenekülhetnénk a dombokra, és sikerült is. Tehát visszamenek, visszamenekülök a dombságra, és megpróbálom itt kihúzni egészen addig, amíg nem jön éjszakról a segítség. Navarrából. És megszületett a fiam, aki Ibrahim, úgyhogy ő a trónörökös. Még esetleg, ha nagyon rám támadna, akkor felvetek mörköket. De most négy hónapja van az Északieknek, hogy megérkezzenek. Sajnos ők ostromolnak fent. De azt hiszem az a háborúhoz, az én háború nem, nem az én háborúhoz tartozik, az egy másik háborúhoz tartozik. Ez esetben apu mennyire vonul, nagyon visszavonul. Nem fog ideérni időben sajnos. Viszont van itt egy ember, akit aki engedek, szereztem 10 aranyat, és fel tudom venni ezt a 30 aranyba kerülő mörköt, akik ráadásul bómenek. Szóval akár még ez jó is lehet. Ja nem, ez már fel van véve. Bocs, akkor 40 arany lesz. Lovasság, és mivel plénszen támadunk, ezért, ezért, ezért ez teljesen nem van. Az a kérdés, hogy van-e olyan, aki így tök jó vezető. Például itt van egy 20-as vezetőjű ember, ugyanúgy hozza magával a Light Horse meneket, pontosan ugyanannyi, mint a többi, ugyanannyiba is kerül, viszont egy 20-as marsal vezető, és sem military engineer, úgyhogy őt fogjuk felkérni erre a feladatra, így már 1900-an vagyunk, és itt mindenképpen meg kell majd ezt tolni, tehát amint ezt ki kell használni, a, amit adott ez, a dolog, amint megnyertük ezt a háborút, öm, megyünk és Izbiliát is elfoglaljuk, és esetleg kilútoljuk Malakát. Szerintem azzal fogjuk, az lesz a harmadik, amit mi meg kell csinálni. Ezzel a Border Raid Castus Belivel. Jó, ez megvan, és akkor most a jelen ugye háborúzunk, az ő. Ő csak Cobbly Jörön, tehát ide kell átmenni. Ha tengeren átmegyek, az 16 arany, annyit nem engedhetek meg. Úgyhogy körbe megyünk. Megsérült? Megsérült, él. Hm. Jó, semmi gond. Még egy testvérem meghalt. Őt őt, 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 meggyilkolták. Ez egy másik tesó, igaz? A oh, Istenem, az egekben van a stresszom a sok tesó miatt. Ott lesz egy újabb csata. Szerencsére nem folyó átkeréses. Ő felmegy a Mertolai hegyekbe. Sőt, még az is tovább védekezni. Annál is messzebb. Én nekem jó lesz az ostrom. Közben 92%-on vagyok. Ez valószínűleg most már fel is fog kattogni. Elég magasra vagy magától fel fog kattogni, miközben jön le a szövetségesem. Hát most már kicsit késő, de értékelem azért. Meg lesz Kádiz, és utána mehetünk, hogy Kádiz, és utána mehetünk Izbilliákba. Malakka, Malakka, azt mondom, lesz az új rét dolgot, amikor azt hiszem kapok pénzt, attól függően, hogy a célpont terület mennyire developed, tehát mondjuk ez elég, elég uh, fejlett terület. Arra nem akarok menni, mert most nagyon konkrétan rá akarok állni uh, hogy meg legyen Sevilla, és abban pedig nem fér bele egyenlőre ez a terület. Jó, azt mondja, hogy 97% most már az ostromot mindenképpen végcsináljuk. 1500-an vagyok, az ellenségem 1600-an van. Ez... Uh, Baha is csatlakozott, vagy nem Baha, az Baja. Szóval Baja is csatlakozott a uh, Háborúhoz 98, lehet, hogy nem fogom megvárni ezt az ostromot, pedig valószínűleg, valószínűleg jó, pénz, jó, jó mm, pénzért lehetne majd kiváltani embereket, akik ott vannak. Jó, ki fogom várni. Úgy jönnek, jönnek támadni. Gyátek segíteni, srácok! Ne oda menjetek! Ne szárjatok tengerre, kattem itt, és pont ide fognak érni, fogadjunk. Erre nem látok rá, arra viszont igen, 10-9, 8, pont ide érnek. Megőrülök, hogy pont ide. És ott áll a szövetségesem, azt hittem ezt már abba hagytuk. Jó, akkor Inforced Demand, tessék. Azt hittem ezt már elengedtük, hogy a szövetséges áll és nézi, ahogy ütik. Na mindegy, megkaptam Kadiszt és megkaptam Tariffát. Ez azt jelenti, hogy ide kell küldenünk most kontroll nevelésre, hogyha rájön a játék, hogy alacsony a kontroll embereket. Viszont ezek nagyon jó területek, olyan szempontból, hogy ugye két területet is kaptam. Az egyik az egy... Um... Igen, ez nem érdekes. Az egyik az egy templom, de egyenőre közvetlenül lehet nálam. Szerintem nincs abból semmi probléma. A másik pedig... Hát másik pedig Kadisznak a vára ahol van egy uh, kis kikötő, úgyhogy ez elég nagy segítség. Szóval, vele táboroztam az előbb, de most még egyszer jövök. Conquer County Cassus belével. És uh, mielőtt még magadhoz térnél. Megyünk, és még itt van a serege is, lol. Akkor viszont nem ide, hanem menjünk elébe a dolgoknak. Ez nem tudom kicsoda ez a nulla ember, de nagyon örülök, hogy ilyen lelkesek. Szóval ide felállítjuk a sereget, ez két nap alatt elkészül, és aztán rátámadhatunk oda. Jó, hazamentek. Miért abortálta a kontroll növelést? És felment a kontroll magasra, vagy... És miért nem lehet kontrollt növelni? Háborúban nincs kontroll növelés, vagy mi a vihar? Ó, már is elkaptam egy embert. 30 arany, tehát gyakorlatilag kifizette magát már most ez a háború és 10 hónap, ő azért ne támadjon rám, mi nekünk semmi problémák nincsen egymással, legutóbb, mikor néztem, legalábbis nem volt. Nem hívok be szövetségeseket, most maximálisan arra, ami, amíg legalábbis nem lesz rá szükség, és még egy film született, innentől kezdve ez már nem öröm, hanem probléma. Szóval arra szeretnék fog... De miért jön ez ide? Battle mit keres ebben a háborúban? Ő, ő is azért a területén jön, amelyik Miért az ez a játék halára most? Streamben olyan jól mentek a dolgok. Jó, be kell hívnom akkor a szövetségeseket. Tehát nem nagyon van más megoldás. Mert most meg kell küzdenem ezzel a dúddal is. Hál' Istennek. Csak jó lenne, hogy ezúttal segítenének is. Addig felmegyek éjszaknak, megpróbálom megölni. Ó, oh, ne, menekülj el! Légy, menekülj el! Nem tud elmenekülni. Hát beszarok. És így. Így sem tud elmenekülni. Ez egyszerűen fantasztikus. Jó <laughs> ja, Istenem. Tehát akkor most aktívan hátrányba fog kerülni. Nézd meg. Menjünk ki innen, amint lehet. Ó, oh, még megint a smallpox is. És nincsen a, a gyógyászom a közelben. Menjünk el, menjünk el. Jó, nagyszerű egyikőtök sem lesz gyógyász, mert hogy... Uh... És az meg belokkol. Jó, nem lokkol be, hát legalább annyi. Mert hogy szerzek az udvarból gyógyászt, az imám lesz a gyógyászom. Nem fog kifizetni 50 aranyat érte. Oké, okay, az most rátámad. Na most ha sikerülne egyesíteni a seregeimet, ha elhozom volna... What the fuck? Azok miért nem háborúznak -e egymással? Ez benne van, de hogy? Ez miért ellenséges nekem ez az ember? Mert a szövetséges, de abban a háborúban nem hívta be. Hű. Na jó, akkor én itt kivárok. Megvárjuk az északi szövetséges érkezését. Közben nyilván a lányom betegedett meg. Ahelyett, hogy a fiam, akiből ugye van egyel több, mint kéne. Disastrous mistreatment. Ez több mint szomorú. Oké, okay, mi a vihar történik itt? Ezek most gyakorlatilag összeállnak. Hát, te szórakozol velem amúgy. Oké, okay, átjövünk így ide. Mondjuk, mert más nem tudok, és legalább elkezdek utostromolni. Ha ez beveszi ezt, akkor ugye magához csatolja. Neki van 1600 ember, viszont nincs szövetségese, tehát onnantól ez a jók leszünk most nem vagyunk jók. War profit, tehát háborúban plusz 10% bevétel, és így, és így jó, vagyok. Közben Umm um, smallpoxos lett, meg Ismail is. Izmail meg is halt. ennyi volt. Nincsen kancellárom, és nincsen spy masterom. Outliving a child, Rafika is meghalt, áll Istennek. én pedig én pedig megint halálos reszelem magam. Jó, elkövetkez a feleségem. Én most ezt rábízom, hogy hogyan akarja gyógyítatni magát. Mikor járnak le a szerződések? 10 hónap múlva az egyik, 19 hónap múlva a másik. Addig véget ér majd ez az ostrom. Na, most már Ibrahim is megbetegedett. Mmm... Mindenki rábízom, Próbálj meg úgy túlélni a, a smallpoxot, ahogy szeretné. Szóval Izmail is megbetegedett, nem, nem azt akartam mondani, azt akartam mondani, hogy megnyer ezt a háborút, átfejsz a területet, megváltozik a célpont, és tőle kell venni. És akkor már is nem kell megküzdeni itt 2100 emberre, csak 1500-zal. Ezt ez a faró is elég, ez a beállt, és hogy ők egynek számítanak, ez elég, elég gáz. Nők akarják védeni a földjüket. Nem. Ilyet mi nem csinálunk. Viszont egyre okosabb lesz az imámom, amellett, hogy smallpoxos is. A feleségem meggyógyult, a fiacskám nem gyógyult meg, viszont, öm, viszont én megbetegedtem, és azt írja, hogy haldoklok is. Ami kellemetlen, finoman szólva is. Uh, eddig egy ember meghalt, egy, 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 túlélte. Na most melyik legyen? Túlélt for caution? Jó, legyen túlélt for caution. Disfigured. Remek a thumbnail ezt imádni fogja. És még így is rossz az egészségem. Miért nem tudtad levágni a golyóimat? Én azt most sokkal jobban el tudtam volna viselni ezt a golyó levágósdit. Viszont ha megnyeri ezt a háborút és megváltozik a vorgólom, akkor ő vele már nem lesz aktuális igazából a a háború, igaz? Tehát akkor az, az inconclusively idézemben véget ér. Nyilván a fiam túlélte. Tehát akkor itt most semmit sem csinálom hm. I -i Izgalmas Mert akkor Miért 20 napos a siege event? Várj, miért 20 napos a siege event? Mert nem az ostrom tábornok van ott VTF, Rég végeztünk volna 10 nap Na, meg lesz még? Véget élt a háború Mindenfajta változás nélkül. Mi történt? Miért, miért? Mi? A válasz az valószínűleg, hogy elnéztem valamit. Általában ez a válasz. De a, a, a figyelj, ha a nap végén megkapom Izbaliát, akkor nekem igazából mindegy. Nekem, nekem tök jó így is. Kiengedjük ezt a gyereket. Kádiz a kontroll. Eddig nem engedhet, hogy oda ember, embert, hogy javítsa a kontrollt. Lehet, hogy azért, mert csata volt, ami amúgy meglepne. Na de majd most. Most minden rendben lesz. Chess 2. After winning after a game, chess again. Myself, I can't have think perhaps storing in Tehát, hogy javítanom, ki kéne hoznom a sakk kettőt. Jó, ez esetben... Ö, ez esetben a piétáját növeljük. Az a magunknak, azzal, hogy... Ö, Respected clergy in chess, hogy a bishopot próbálom meg erősíteni. Sak kettő. Jövő nyáron egy számítógép egy Steam boltokban. Még ezt a háborút megnyerem. öt hónapig fog tartani. 59-en védik? 59 védik. És közben kaptam egy ajándékot. ez, valamiért itt eltűntek a dolgok. Tehát itt nem tudom, ez egyszer csak összement ez a UI, és azóta nem látom, hogy hogy mik vannak, semmi ilyesmi mi típusonál. Elfogadom az ajándékod, akármi is az. Pénzt kaptam? Talán. Nem vagyok teljesen biztos benne. De mint hogyha pénzt kaptam volna, ilyen indokatlanul és gyanúsan túl sok pénzem van. Nem sokára hazamennek a andaluziai banda, nem sokára hazamegy. És akkor még mindig bőven elegen leszek. És még a másik bandával itt fog csinálni, hogy ezt ki fogom egyszer fosztani, csak hogy kipróbáljuk azt a Castusborit is, viszont az már csak a következő részben fog megtörténni. Jövő kedden folytatódik a sorozat. Ugye ked szerda péntek a Crusader Kings 3 napok, és ez így is volt, így is marad. Jó, hát egy arccal kevesebb, két területtel több, én ezt abszolút győzelemként könyvelem el. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, innen folytatjuk legközelebb. Sziasztok!